Krisna kedves bakták! Sajnos technikai okok miatt nem tudtunk hamarabb jelentkezni, de mivel általában minden rosszban van valami jó, most legalább a hosszú idő elteltének köszönhetően sok új híre tudunk szolgálni nektek. Próbáljuk figyelemmel követni a nemzetközi eseményeket is, hogy rövid betekintést adhassunk az ISKCON világába. Idén is megrendezésre került Budapesten a születéshete, azaz országos szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat, melybe kétnapos programmal a Budapesti Hare Krishna Oktatási és Kulturális Központ is bekapcsolódott azzal a céllal, hogy a védikus tudás szemszögéből világítsák meg a várandóság, gyermeknevelés, egészséges táplálkozás témáit. Az előadók megfelelő szaktudással rendelkező Krishna hívők voltak, többek között dr. Aranyos Edit belgyógyász, Kotrócó Anikó gyógaoktató, Eyher Tamás Jacu terapeuta. Az elhangzott előadások jó része később elérhető lesz az interneten vagy DVD formában. A Krishna völgyi gurukulában május elején tartották meg az anyák napi ünnepséget. A gyerekek először a tehén anyákat etették meg, majd földanyát is ellátták egy kis trágyával. Különleges díszvendégük az iskolában Teacher Sprague volt, aki figyelmesen hallgatta az anyukákkal együtt a gyerekek által előadó személy színdarabot, amely a Vajatrupó Krisnáról szólt. A gyerekek utána vagyanoztak kicsit, majd közösen elfogyasztották az anyukák által készített finomságokat. A nemrég nyílt Govinda Budában rendeztük meg az éves sajtótájékoztatónkat, ahol főként női magazinok újságírói jelentek meg, mivel idén fő témaként a család fontossága szerepelt. Ehhez hűen Fodor Kata Madadzsi előadást tartott a Krishna hívő családdal kapcsolatos nézeteikről, én bemutattam Krishna völgyet és felhívtam a figyelmet legfőbb fesztiváljainkra, majd Himangi Madadzsi tartott beszámolót az egészséges táplálkozásról. A program lezárásaképpen meghívtuk az újságírókat egy finom reggelire is, miközben többnyire mindenki megígérte, hogy részt vesznek az idei búcsúin. Újabb Madadzsi szangát tartottak Budapesten, ahol Krishna völgyi Madadzsik is vendégeskedtek. Miután Dürkati fotókkal tűzdel bemutatót tartott a Villa Vrindavan útjukról, a bakták közötti szeretetteljes kapcsolat volt a fő téma, így Radha Kund Mataji, Shyamju Mataji és Katambita Mataji sokat tudott mesélni a Krishna völgyi megvalósításokról. Május közepén rendezték meg a vallási turizmus konferenciát Esztergomban, ahol Sipati Prabhu, Radha Krishna Prabhu is részt vettek a Krishna völgyi turizmus képviseletében. A konferencián az Európai Unió számos országa képviseltette magát. Az összejövetel célja egyfajta összefogás volt annak érdekében, hogy felhívják az emberek figyelmét az értékes zarándok utak hasznosságára. Az idei évtől kezdve a bakta programosok a budapesti elméleti képzésen túl két hetet töltenek Krishna völgyben is. Pár héttel ezelőtt érkeztek a résztvevő tanulók budapesti oktatóikkal együtt, hogy megismerkedjenek egy Krishna tudatos fán közösség életével és szolgálni tudják rá is élményt. Délelőttönként szolgálatot végeztek, délutánonként pedig elméleti oktatásba részesültek. Az ételt az életért alapítvány 20 éves múltra visszatekintő Blahalúza téri ételosztása véget ért. A téren történő kertrendezésre hivatkozva megkérték az önkénteseket, hogy újabb helyszínen, a Teleki téren folytassák tevékenységüket. Az ételosztás úgy tűnik másfél évre szóló szerződés értelmében folytatódhat, és így továbbra is naponta 500 adag ételt tudnak kiosztani a rákszorulóknak. Bővebb információt az alábbi honlapokon találhatok.